Wars, a köztársasági elnököt, éppen melyikhez? Ezek nem hatottak, ezért mi 70-en úgy döntöttünk, hogy radikálisabb formát kell választanunk a tiltakozásnak, és ezt a radikális formát kell folytatnunk, nem csak tüntetnünk kell, nem csak nyílt leveleket kell írnunk, hanem meg kell mutatni, hogy készek vagyunk a polgári engedetlenség minden erőszakmentes formáját felmutatni, hogy megakadályozzuk a jogtiprást! Amikor ma reggel bementünk, akkor egyértelmű szándékunk volt, hogy méltóság teljes ülősztrájkkal foglaljuk el a székházat. Nem várt, tökéletes és teljesen meglepő fordulat volt a székház alkalmazottai, a Fidesz alkalmazottai és a kirendelt Kubatov Gábor Fradi elnök által kirendelt ultrák, akik közül az egyikük 10 évet ült gyilkosságért. Igen, kérem, és ez egyértelmű volt, hogy mi békések próbáltunk lenni, de sajnos ez a fajta fogadtatás sajnos sokkal durvára sikerült, és épp ezért történtek olyan dolgok, amire nem számítottunk, de ezek a dolgok nem mentett túl a mi békés módszereinket. És most még, és ez nagyon fontos tudni, bármit is hozott le a kormánypárti propaganda. Ezt tudjátok, ez nagyon fontos. Hazudnak! Ne hagyjuk, hogy hazudjanak nekünk! Valódi közte urgáztatás! Annak dolgozunk, nem! Mi felelősségteljes magyar állampolgárok vagyunk! És mi felelősségteljes magyar állampolgárok vagyunk! Most itt felettünk és mentünk be a székházba! Elolvasom akkor a pontjainkat! Tiltakozunk a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerének szétverése ellen! Tiltakozunk az ellen, hogy a Fidesz-KDNP képviselő az Alkotmánybíróság által már alkotmány ellenesnek ítélt rendelkezéseket írnak az alaptörvénybe. Tiltakozunk az egyetemek gazdasági autonómiájának leszámolása és felszámolása és a hallgatók rökközkötése ellen. Tiltakozunk a hajléktalan emberek hatósági üldözése ellen. Tiltakozunk a gyermektelen, az élettársként élő és az azonos nemű párok család fogalmából való kirekesztése ellen. Tiltakozunk a szólásszabadság korlátozása ellen. Tiltakozunk a független igazságszolgáltatás további korlátozása ellen. Tiltakozunk az egyházak közötti diszkrimináció ellen. Tiltakozunk a szabad választások korlátozása ellen! Tiltakozunk az Alkotmánybíróság jogköreinek szűkítése és 22 év alkotmánybírósági döntéseinek érvénytelenítése ellen! Ez az alkotmány nem legitim! Az alkotmány nem játék!